Gyerekek próbálják kinyitni a ketrecet egy természetvédelmi táborban. Nagyon sok fiatal tölti a nyári hétköznapokat ilyen helyeken. De sokszor fordul elő, hogy otthon vagy a tereken telik a nyári szünet. A rendőrségi szakember azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy jelentősen csökkenhet a gyermekekre leselkedő veszély, ha csoportban és nem egyedül közlekednek az utcán. Elindul szórakozni a fiatal, akkor azt fontos tudni a szülőnek, hogy milyen baráti köre van, kikkel barátkozik, merre járnak, hol járnak, mit csinálnak. Fesztiválok ideje van, szórakozás lehetőségre sokkal nagyobb lehetőség, mint egyébként más időszakokban az évben. Én azt szoktam mondani egyébként, a szülő megteheti, akkor sokszor menjen inkább értük, vigye ő haza őket, biztonságosan érkezzenek haza, vagy beszéljék meg, hogy mikor érkezik haza. És beszéltünk mellé, de tudjuk, hogy az alkoholfogyasztás azért ebben az időszakban már a viszonylag fiatalabb diákoknál is előfordul. Most rendőrként mondanom azt, hogy ne fogyasszon senki alkoholt, de nyilván ez nonsens lenne. Inkább azt mondom, hogy a kultúrát alkoholfogyasztásra mindenképpen fektessük hangsúlyt. Ha 3-4-en elmennek szórakozni, akkor ne hagyják, hogy a valamelyikük lerészegedjen, vagy ha esetleg mégis ez megtörténik, mert még soha nem jött alkohol, de most igen, és sajnos berúgott esetleg, akkor figyeljenek arra, hogy ne hagyják magára, ez az embert hátra nem hagyunk címszó, ez mindenképpen éljen, tehát gondoskodjanak arról, hogy vagy velük van, vagy hazaviszik, de nem semmiképpen ne hagyják magára, hiszen rengeteg bűncselekményt követnek el a sérelmére. Ezek mind olyan tanácsok, amelyek azt gondolom, hogy a szülő és a gyermek közt van egy normális kapcsolat, akkor mindenféleképpen ezen a nyári időszakon különösebben problémák nélkül át lehet lendülni. Sokan töltik a folyópartokon és a strandokon is a nyári szünetet. Ezeken a helyeken és a fesztiválokon is érdemes vigyázni testi épségünkre és értékeinkre. Ha valaki lopás áldozata lesz, akkor elsősorban a helyszínen keressen egy rendőrt, de lehet hívni a 112-es segélyhívót is. Alapvetően azért ezeken a mostani fesztiválokon az elmúlt években szerencsére visszatérhetünk a fesztiválokhoz a Covid időszak után, alapvetően jó tapasztalataink vannak. Javarészt vagyonelmi bűncselekmények fordulhatnak elő, itt pedig megint csak az embereknek, az állampolgáraknak a saját érdekében tehetnek sok mindent azért, hogy ne legyenek ilyen bűncselekmények a sértettjei, tehát minél kevesebb készpénzt vigyenek magukkal, mobiltelefon, most megint mondanám azt, hogy ne vigyék, de úgyis vinni fogják, akkor azt úgy helyezzék el a zsebbe, hogy ne a far zsebbe legyen, ki lehessen húzni, hölgyeknek a kézitáska a testőrzetébe legyen, ne legyen kicipzározva. Ha egy mód van rá, akkor az okmánya külön legyenek tárolva a táskán belül, tehát egy kis odafigyeléssel azért meg lehet előzni sok kellemetlenséget. Mégis, ha valaki ilyen helyszínen bűncselekménynek lesz a sértettje, a közelben biztos, hogy van rendőr egyébként, vagy polgárőr, hozzá fordul a segítségét, vagy a 112-es segélyhívót, hogyha feltárcsázza, akkor bejelentést tehet a sérelmére elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban. Melyik a gyorsabb, hogyha gyorsan valaki körülnéz, és akkor valaki egy rendőrnek mondjuk szól, vagy gyorsabb, hogyha éppen nem a mobilját lopták el, akkor telefonálni? Hát én inkább a helyszínen próbálnék segítséget kérni, hiszen az is lehet, hogy a helyszínen vannak más rendőri erők, akik pont azért vannak ott, hogy a zsebeseket figyelik nyomon, és esetleg látnak olyan arcokat, akik esetleg szóba jöhetnek, és akkor talán még ott a helyszínen elkapják. Tehát mindig, ha lehetőség van, akkor inkább rendőrhöz forduljunk ott a helyszínen. Nyilván, ha ez nincs lehetőség, vagy nem találkoznak, akkor ha a 112-t hívják, az is megfelelő, de inkább a helyszínen kérjenek segítséget, ha egy mód van rá. A strandok és a szórakozó helyek mellett a virtuális térben is érheti baj a fiatalokat a nyári időszakban. Megfelelő szűrőprogramokkal és sok-sok beszélgetéssel lehet megóvni a gyermekeket a rájuk leselkedő veszélyektől.